Sziasztok! Bemutatom most ennek a kis virágnak a horgolását, és a kezdők kedvéért, vagy akik nem ismerik annyira a rajzos jeleket, azoknak el is fogom mutatni, hogy hogy néz ki ez rajzban, ez a virágminta, és hogyan kell értelmezni. Itt látjátok majd, hogy melyik mit jelent. Mágikus kör lesz a közepe, a láncem az egy pici, kicsi óbetű, egyrehajtásos pálca és a kúszószem. A virág maga pedig úgy fog kinézni, hogy egy mágikus körben, azt majd mutatom. Kicsit nagyítunk, jó. Először fogunk horgolni 2 darab láncszemet magasításnak. Majd fogunk horgolni 3 darab egyráhajtásos pálcát. Ennek a jelölése, rajzos jelölése ez. Hú, ezt nem is rajzoltam itt, hogy hogy néz ki. Jó. És akkor utána 2 láncszemet horgolunk megint, amit ide egy kúszó szemmel bezárunk a körbe. Majd megint folytatjuk. 2 darab láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca, 2 darab láncszem, amit kúszó szemmel ide bezárunk. Majd megint jövünk. 2 darab láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca, 2 darab láncszem, kúszó szemmel bezárjuk, majd megint jön 2 láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca, és 2 láncszem, és kúszó szemmel bezárjuk. És akkor ezt most nektek mutatom is, jó? Hogy ez hogyan készül. Ugye, dupla varázskörrel kezdjük, én azt szoktam használni. Jó, először beleöltünk egy szemet, és aztán tudjátok, hogy én leszoktam én szedni, tehát itt a dupla varázskör, jó? És akkor most, picit nagyítunk azért, ezt elviszem innen, mert akkor elkezd össze-vissza élesíteni a kamera. Horgolunk 2 láncszemet, jó, ide, majd csinálunk egy ráhajtást, ugye az egy ráhajtásos pálcához, ezt én meg szoktam fogni, áthúzom a fonalat, és 2 részben áthúzom. Aki esetleg nem tudna az egyráhajtásos pálcát, van hozzá horgoló iskolában videó, ahol be lehet gyakorolni. Megint egy ráhajtás, áthúzom a fonalat, és 2 részlet belehúzom. Ez volt a második, ez a harmadik. Jó, tehát megvan a 2 láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca. Most jövök, 2 láncszemet horgolok, és ezt a 2 láncszemet ide vissza öltöm kúszó szemmel. Jó, így elkészült az első szirom. Megint jön a 2 láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca, 1, 2, 3, 2 láncszem, visszaöltök ide a kúszószemmel. Jó, megvan a második szirom, megint jön a 2 darab láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca, 1, 2, 3, 2 láncszem, és visszaöltök megint ide egy kúszó szemmel. Áthúzom, majd ezen is áthúzom, ugye, megvan már a 3 szirom, most jön az utolsó, a negyedik, 1, 2 láncszem, 1 darab, 2 darab, 3 darab egyráhajtásos pálca, 2 láncszem, visszaöltök egy kúszószemmel, jó, és akkor megvan ugye a 4 darab. Ugye a dupla varázskörnél tudjuk, hogy meghúzzuk az egyik fonalat, illetve ezt meghúzom, ezt a fonalat, és utána megnézem, hogy a rövidebbet alulról megfogom, és azt kezdem el húzni, ugye behúztam, és az egyik rövidebb lett. Behúzzuk, amennyire tudjuk,
majd utána ezt jó erősen megfogjuk, és meghúzzuk ezt is. Aki nem szereti ezt a dupla varázskört, vagy nem ismeri még, az nyugodtan csinálhat 3-4 láncszemet, és abba is öltheti ezeket az öltéseket, vagy a szimpla varázskört. Jó, tehát jó, ezt elvágtuk, ezt a fonalat most, és akkor itt, ez ugye egy kuszaszemmel ide be van zárva, de itt hátul szépen kötünk egy csomót. Úgy, jó, meghúzzuk, és szépen fölvarjuk. Én ugye úgy vartam föl, hogy ide teszem, és akkor kívülről mindig beleöltök ott a szirumnál egyet. Na most persze, ha akarjátok, akkor ezt a kis virágot lehet ide is tenni, bocsánat, ez a színe. Jó, tehát lehet ilyen kis csajos nyuszikát csinálni, majd bocsánat, kicsit összepúzom, hogy lássatok is, jó? Tehát lehet ilyen kis csajos nyuszikát, itt most gomb helyett ilyen kis vidámra vettük a figurát, jó? Na, sziasztok! Kellemes horgolást kívánok! Tehát, elnézést! Jó, így. Ez egy kicsit vastagabb fonalból készült. Ugyanúgy 50 g 125 méter, mégis ez egy másik fonal, és egy picit vastagabb, és ettől egy picit a virág nagyobb lett. Jó, és megint jövünk ide. Megigazítjuk. Jó. És jövünk. Úra. Jó. Kijövök itt hátul, hogy el tudjam csomozni. Jó. Jó, erősen megcsomoztuk. És akkor elkészült a nyuszikánk. Megigazítjuk, jó? Láthatjátok így. Hát nem is van így. Jó. Így. Jó, láthatjátok most a nyuszikát. Na, sziasztok!